Dávid Mihály nyíregyházi mérnök közel 5 évtizede készíti el évelején az egész évre szóló időjárás előrejelzést. A Dávid naptár készítését azt tette lehetővé, hogy a tudomány által már korábban felismert időjárást alakító tényezők mellett a naprendszer tagjainak tömegvonzását is figyelembe veszi. Az előrejelzés az élet minden olyan területén használható, amelyet az időjárás befolyásol, gyakorlatilag bárkinek segíthet. A kíváncsi emberek, ott kezdődik. A második része az, hogy akik gazdálkodnak egészen a csirke ültetéktől a gumicsizmájárásig, meg a nagykobát kereskedőig, tulajdonképpen és a mezőgazdaságnak minden ága, föl ezt nem lehet sorolni, mert az időjárás az egész életünket átszövi, és tulajdonképpen rengeteg embernek hasznos. Az érdeklődés az folyamatosan növekszik. Ha a pontos napi hőmérsékletet nem is, az időjárási körülményeket, azok változásait előrejelzi a naptár. Így van mihez nyúlni, ha például a nyaralást szeretnénk jól időzíteni. Meg is kérdeztük Dávid Mihálytól, hogy lesz-e idén igazi nyár. A 6. hó közepén lesz egy jelentős lehűlés. A 7. hónapban, szintén a hónap második felében lesz egy jó felmelegedés, a legmelegebb napok akkor lesznek a 7. hónapnak a 25. táján. És a 8. hónapban, az utolsó 10 napban, akkor még meleg lesz, de szeptember elejétől viszonylag gyorsan fog behűlni, és a 9. hó, tehát szeptember végére már szokásától eltérően fagyhat éjszaka, és hát az ősz az előbb lesz hűvös, mint ahogy szoktuk. Arra, hogy lesz-e fehér karácsonyunk végre, nem kaptunk reménykeltő választ. Bár november végén leeshet az első hó, a Dávid naptár szerint nem valószínű a fehér karácsony. A hónap első felében hideg lesz, éjszakai fagyokkal és nappal 0 fok körüli hőmérséklettel. Karácsony környékén kezdődik egy erősebb felmelegedés, szilveszterkor pedig akár 10 fokra is felmelegedhet a levegő.